Ha az nem teríti be az embert, akkor toldozgatni kell. Mm-hmm. És ugye erre szoktak ilyen boszorkányfoltokat, ugye legalábbis úgy nevezték, kitoldják gyakorlatilag a bőrt. A bukovinai szűcshímzés alapjait oktatja Kővágó Zsolt, aki 10 éve ismerkedett meg a szűcsmesterséggel. Bonyhádon pár évvel ezelőtt indult egy székely kézműves csoport a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének szervezésében, ahol régi mesterségeket szeretnének megmutatni az embereknek. Ezúttal a bőr hímzésével ismerkedtek a bonyhádi székelyházban. Kezdetén a bőr hímzésének a technikáját, ugyanis azért egy kicsit más, mint amikor a textilt hímezzük. Ugye a szűcsmesterek feladata volt annak idején a bőrnek a hímzése, és ugye tudjuk, hogy Bukovinából is rengeteg régi bőr munka maradt ránk hagyatékban, amit jó lenne, hogyha a készítésének a tudását azt tovább tudnánk adni, lennének, akik megtanulnák, úgyhogy most e célból is vagyunk itt. Elég időigényes, igen nehéz a bőrrel dolgozni, mondtam más, mint a textillel. Maga egy mellénynek vagy egy ruhadarabnak az elkészítése azért heteket, hónapokat vehet igénybe, attól függően, hogy az ember mennyire tud vele gyorsan haladni. Ugye annak idején a szűcsmesterek bizony a szakmabeliek körében a szabók vagy a csizmadiák között is uraknak számítottak, tehát egy nagyon elismert mesterség volt már a régi időkben is. Sajnálatos módon ugye a hagyományos szűcsmesterség mára már kihalt, és próbálkozunk vele, hogy hát ha lesznek, akik kedvet kapnak újra éleszteni. A székelyek Bukovinában 200 évig elzártságban éltek, és ez a kultúra, amit 1764-ben a madéfalvi veszedelem után Moldvába, majd Bukovinába magukkal vittek, konzerválódott, mondja Lőrinc Etel iparművész. Ezt a kultúrát, amikor a Magyarországra hazatelepítették a bukovinai székelységet a II. Világháború után, mint a háború sodrába, magukkal hozták, és én magam is a bukovinai székely szülők gyereke vagyok, istenségi csiek voltak az őseim, és amíg az én korosztályom is őrzi, illetve próbálja újra tanulni azt a kultúrát, amit megőriztünk. Tehát próbáljuk a nyelvünket művelni, a hímzéseinket, a öltözetet, minden egyebet visszatanulni és visszatanítani. És a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ezt felvállalta szervezni, helyet adni ennek a tanfolyamnak. Kővágó úr, aki eljött ezt megmutatni nekünk, ő jelen pillanatban azt mondhatom az egyetlen, akitől ezt most meg tudjuk tanulni, mert mindazok a kozsokárok, így hívták nálunk azokat, akik a bőrrel való munkát készítették, hímezgették a melyes bundát, a sejmes lájbét, a kozsokot, a különböző bundákat. És már nincsen ilyen mesterünk, úgyhogy most nagy örömmel tapasztaltuk meg, hogy van valaki, aki ezt meg tudja tanítani, és amint látszik, népes érdeklődő is gyűlt össze, aki kíváncsi ezekre a trükkökre és erre a munkára. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy lesz majd olyan közöttünk, aki ezt tovább fogja tudni csinálni. Nem az első ilyen kézműves foglalkozásunk már, hiszen inkszedéssel, a női ruhák varrásával, a férfi ruhák varrásával, sőt a tavalyi évben a fehér neműknek, az ingeknek, a női és férfi ingeknek, majd alsó ruházatnak a varrásával is megpróbálkoztunk. És éppen a napokban ért bennünket két nagy öröm. Egyik az, hogy az egyik asszonykánk, aki ott a tanfolyamon is tanult, már együtteseknek volt 10-esével ingeket. A másik is, hogy aki szintén itt van, ő pedig Békés Csabán kiemelt első díjat nyert azokkal az ingekkel, amiket itt megtanult. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a minden tanfolyamunk ennyire sikeres lesz, és a dicsőségünkre válik majd. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint rendkívül népszerűek a kézműves foglalkozások. Az első alkalom, amikor azt hittük, hogy szövéssel tudunk indulni, ugye hát van egy talán még 8-9 szövőszékünk, aztán jelentkeztek 70-en, és hát annyi nem volt, és akkor gyorsan váltani kellett, és akkor így lett, akkor szedettünk készítés, hazavihették ott a gyakorlat, na hát, és akkor így folytatódott, és jött a kedv. Úgyhogy végül is az idei évben kapcsolódunk az elmúlt évhez. Úgyhogy most mivel a Bukovinában ugye ott elég hidegek voltak, és hát különböző bundákból készült termékeket készítettek, ruházatot készítettek,
akár női, akár férfiről beszélünk, és ezt gyönyörűen kihímezték. Na hát ez nem egyszerű, én megpróbáltam, de hát ugye ennek van egy technikája, most gondoltam, hogy mivel van egy nagyon jó táncos barátom, aki végül is saját maga tanulta meg, és nagyon szívesen állt a dolog mellé, hogy átadja ezt a tudását. És hát természetesen itt alapfogásokról lévén szó, két alkalommal fogunk találkozni, és akkor utána majd hát mindenki az ügyessége, a kedve szerint tudja ezt a tudását bővíteni. Úgyhogy a néprajzi táborban is már gondolkodtam, ugye, ami majd a nyáron lesz, hogy hasonlóan ugye megint egy lépést tovább haladva ebbe a témakörbe is. Én úgy látom, hogy van értelme az egésznek, és van is rá, végül sokan jelentkeznek, és hát bízom benne, hogy folytatni tudjuk, hiszen nagyon sok viselet darab, illetve a viseletünk nagyon sok darabból áll, úgyhogy van mit még tanulni, és hát bízom benne, hogy örömünkre szolgál majd mindenkinek, aki elsajátítja.